Elrabolt Hungária. Kismarton. A jelenleg is kitűnő állapotban lévő Eszterházi kastély helyén a középkorban Vízivár állt, amelyet a 14. század végén építtetett a Kanizsai család. Az eszterháziak kismartoni kastély a Nyugat-Magyarország egyik jelképe volt egykor, ma Burgenlandé. A hercegi lak rejti a világ egyik legszebb és legjobb akusztikájú koncerttermét, ahol maga József Haydn is zenélt és komponált 1761–90 között. A kastélyba építették be az európai kontinens első felvonóját is, amit Angliából hozattak a grófék. Járt itt számos neves személy, Mária Terézia, Nelson admirális és Beethoven is. Majd jött a nagy háború, és Trianonban az osztrák állam etnográfiai elvekre hivatkozva megkaparintotta Kismartont.